Sziasztok, ez itt a Semleges Térfél, Kolárik Józseffel. És Fűrjes Szabolcs, aki ma Véres Szabolcs. <gül> <gül> ma nagyon kemény vagyok különösen. <laughs> de szokály szerint egy idézettel kezdünk, aminek majd a műsor folyamán meg is mondjuk az értelmét, hogy miért került pontosan ide, de lehet, hogy ki is tudjátok találni már most. Ha nincs nagy csomag, az ember nem is érzi, hogy utazna. Intro! Na, hát itt még mindig uh, az ebben vagyunk, ugye? Mm. Az ebek 30. adja. Hát miután ebek 30 jára kerültünk, tehát tegnap kiderült, uh, nem mondok jelzőt, a portugáloknak köszönhetően. Köszönhetően. Mert azért ne gondoljuk, hogy a grúzoknak köszönhetően. Hoppá! Na, és egy fontos szemantikai kérdés amikor a német válogatott játszik, német ország válogatottja, akkor azt mondjuk, hogy, hogy támadnak a németek, vagy védekeznek a németek, vagy vezetnek a németek. Vagy annak idején ugye jönnek a csehszlovákok. Ez, ez a legékesebb példa talán. Nem mondjuk már ezt, hogy georgiaiak. Tehát ne. Grúzok. Az országot Georgiának hívják, és ők a grúzok. Tehát, hogy így... Nem, tehát mert, hogyha azt mond, mert ugye akkor visszafordítva, azt kellene mondanunk, hogy támadnak a németországiak, támadnak az angliaiak, stb. stb. A németországiak az jó egyébként, mert nem németek támadnak, hanem... Hát jó, de akkor vagy így, vagy <laughs> úgy. Tehát akkor döntsük el a, <laughs> igen, igen. Döntsük el a dolgot, hogy... Hát hogy... a georgiában nagy még rúzok laknak. Igen, és hogyha megkérdezitek Abu Fánit, ő azt fogja mondani, hogy nem mindegy, hogy grúz vagy drúz. És ezt valóban nem mindegy. Ezt? <laughs> Jó, ezt csak, úgy, ezt csak úgy mondom. Na, mi már értékeltük a szereplést, tehát most nem ezt a szempontot, azokat a szempontokat fogjuk ismételni, amelyeket már eddig is elmondtunk, hanem inkább azt fogjuk megnézni, hogy mennyiben látható fejlődés, vagy visszafejlődés. A 2020-as LB-hez képest. Most visszamegyünk négy évet. Gyakorlatilag akkor, ugyanúgy, mint most, a további küzdelmektől búcsúztunk. Akkor azért egy eléggé halálos csoportba kerültünk. Franciaország, Németország, Portugália, Magyarország. És itt már megint belebukkanunk a portugálokba, mert rögtön a nyitó mérkőzésen, ennek a csoportnak a nyitómérkőzésén 3-0-ra kikaptunk Portugáliától. Benzeg, akkor valami fontos volt játszani. Igen. Úgyhogy itt, itt eleve rosszul nyitottunk. Én azt gondolom, bár meg kell jegyezni, hogy ez már akkor is papírforma volt, hogy szóval... te hát lehetett tudni, hogy több esélye van a portugáknak, maradjunk annyiba. Igen. Még, igen. még egy jobb formában levő Ronaldo volt, igen. szerintem négy éve fiatalabban azért. azért meg aktív... Csak 35 éves volt. Há, igen, de így is tudod, kettő, ezt, kett, kettőt rúgott, azt Hát igen, igen. Hát, 87. percből, 80... percben, 11 esből és a 90 plusz 2. percbe. Hát 5 perc volt akkor mégis. És meg a 84. percbe Gerriero lőtt gólt. Tehát azért nagyon a végén dőlt el, viszont a végén nagyon eldőlt, tehát borult. Igazából. És akkor utána jött a, Franciaország elleni mérkőzés, ahol úgy nézett ki, hogy a Fió Fiola a 45 plusz kettedik percben megszerezte a vezetést a magyar csapat számára, de a Griezmann, egyesek szerint Griezmann, szerintem meg egy csávó a franciáktól a 66. percben ki, ö, kiegyenlített, és akkor ez így is maradta a végéig. Tehát akkor franciákkal x Az azért... Hát a regdáló világbajnokkal. Uh -huh. Én szerintem, aki kim volt a meccsen, mert az itt volt Budapesten, ez egy felejthetetlen élmény, főleg annak a hölgynek, akit az asztalát egy kicsit megpaskolta a Ficó. Ficó? Ficó! Ficó! Na! Nem, nagyon az egy, az, az egy kiki meccs volt, tényleg. Igen, igen. És akkor utána... Uh, játszottunk utoljára, de megint egy utolsó uh, csoportkört játszottuk Németországa ellen, az Allianz arénában, ott, ahol... <laughs> ott, ahol bizonyos, uh, hogy is mondjam, sörözőkből sok minden elindult. <gül> <gül> szóval, szóval igen, Bajorország fővárosában, és hát uh, úgy alakult a dolog, hogy Szalai Ádám a 11. percben egy nem nagyon feledhető gólt szerzett, ugye? Igen. Ott az a kis sarkos megoldás az azért gyönyörű volt. Aztán ö, a Havertz, akivel egyáltalán nem barátkozunk, a neve ellenére, ö, egyenlített, majd Schäfer a 68. percben újra vezetéshez jutott a magyar válogatottat, aztán ö, Gorecka a 84. percben. Ö, ha még nő 10 centit, akkor csak gorec. <gül> tipik, <gül> tipik németek mind a kettő. Igen, és hát na mindegy, a lényeg a 84 percben egyenlített. Így aztán a vége az lett, hogy két döntetlen és két ponttal zártunk. Hát úgy nézett ki, hogy a franciák 5 pont, a németek négy, a portugálok 4 ponttal végeztek, és itt a az egymás elleni eredmény döntött a németek és a portugálok között, ugyanis itt Németország 4-2-re megverte Portugáliát. Így hát ők tovább jutottak az egyenes kieséses szakaszban, szakaszba, ö, tehát franciák, németek, portugálok, és mi nem. Hát ugye itt, hogyha megnézzük, hogy kik jutottak, mert az is egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor ö, kik jutottak be a, az egyenes kieséses szakaszba a harmadikok ö, közül. Mi ugye eleve egyikek lettünk, tehát így ö, ez olyan nagyon szóba sem került. Hoppá, hoppá, várjunk, csak ezt meg kell találnom, mert valahol ez megvan, én nagyon szépen elraktam ide magam csak mondjuk nem ártana, ha tudnám, hogy hova. De mindjárt meg lesz ez valahogy. Igen, Igen. mert ez már... És akkor itt lesz szépen, mert elvileg szépen sorban van. Na, szóval a harmadik helyezettek. Portugália, Csehország, Svájc, Ukrajna, és a B és az E csoportból Finnország és Szlovákia nem került be a harmadikok közül az egyenes kieséses szakaszba. Egyébként ez 2016-ban az ebbi ö, létszámbővítésekor alakult így, hogy a, a harmadikok közül, a hat harmadik közül négy tovább jut. Uh -huh. Jó, úgyhogy akkor akkor ez volt a helyzet. Ugye én azt mondom, hogy és akkor most visszautalok, hogy én azt mondom, hogy hát itt elég nagy volt a csomag. Igen. De úgy éreztünk, hogy utazunk. Um, Hát most meg um, én azt mondom, hogy Németország, Svájc, Magyarország, Skócia, mintha nem éreztük volna ezt a nagy csomagot. De? sokszor úgy lehetett érezni, igen, hogy, hogy, egy kicsit könnyebbnek gondoltuk szerintem a Svájcot. Svájc, mert szerintem az volt a, a, kulcs. Mert én szerintem a legtöbben, legalábbis egy kicsit reálisan, aki látja, az Németország elleni meccsből 0 pontot néztem ki. Otthon lehetett tudni a magyarokhoz való hozzáállás, és a többi. Tehát eleve lehetett tudni, hogy ott, ott, ott mi nem nyerhetünk, csak hogyha hat lövetővel lépünk pályára. De a Svájcot én azt gondoltam, hogy egy X-es mérkőzésen meg tudjuk fogni, és Skóciát pedig mindenféleképpen. Én ezt, ezt vártam, én egy négy pontot tartottam teljesen reálisnak, és egy kicsit túlbecsültem magunkat, vagy vagy a svájciakat le inkább szerintem magunkat egy kicsit túl. Nem lett volna egyébként az a svájci meccs rossz, ha, ha, a hibákat nem követjük el, vagy esetleg tisztában vagyunk azzal, hogy Szoboszla is sérült. Hát igen. Ugye itt el kell mondani, hogy azért az párhuzam a 2020-as történésekkel, hogy rögtön az első meccset elrontottuk. Igaz, hogy mondom papírforma szerint mindkét meccsen ö, nekünk nézett ki vereség. Tehát ez, ez, ez nem kérdés, hanem ezt úgy kell megfogni, hogy rögtön az első mérkőzésen nem tudtunk meglepetést okozni vagy szerezni. És ez okozta szerintem majd a későbbiekbe, és visszatérve, én ahogy jöttem ide a stúdióba, <tosz> <tosz> azon gondolkodtam, hogy vajon Ugye nem nagyon lehetett ezt tudni, aztán utána már sejteni lehetett, aztán a végére kiderült, hogy hát a Dominik végig sérült volt, és hogy azok a szokásos dinamikai megmozdulásait ezeket nem tudta hozni. Illetve volt egy ilyen lélektani következménye is az ő sérülésének, méghozzá. Ha vezéred, ugye? sérült, akkor az egész csapat elbizonytalanodhat. Márpedig a szoboszlai Dominik egy erős egyéniség, tényleg egy vezér. Ezért Rosszi nem engedheti meg magának, hogy ne szerepelte se, amíg tud járni. Viszont, ha csak a lélektani támogatást tudja megadni, de a játékban nem tudja azt hozni, amit tőle a többiek elvárnak, mint vezértől. Tehát nem azt mondom, hogy rosszul játszott, hanem azt mondom, hogy azt, amit ő tud, amit a többiek joggal várnak el tőle, ezúttal azt nem tudta hozni. Ilyen módon, és ezért veszélyesek egyébként a bármilyen furcsán hangzik a, a nagyegyéniségek. Mert hogyha arra építem fel a csapatot, és az a nagyegyéniség valamilyen oknál fogva egy-egy meccsen vagy egy sorozatban nem tud teljesíteni, itt, mint például Szoboszlai Dominik, a nem tud teljesíteni alatt azt értem, hogy nem úgy, mint ahogy azt azon a szinten, ahogy ő tőle megszoktuk, akkor bizony az egész csapatra rányomja a bélyegét. Ilyen módon egy nagy egyéniség, ugye a skótok azt mondták, hogy nekik nincsenek nagy labdarúgóik. Igen. Hát nekünk most egy kicsit, egy kicsit olyan teher is volt ez nem a Dominik hibájából, hanem a körülmények. Hát most a Franz gondolta azt, vagy a Franz tudja azt, hogy ez miért van, hogy azt hiszem a combhajlítójával lehet már megint valami. Ugye azt hiszem, hogy, hogy évelején is azzal volt gond, aztán utána visszajött, akkor megint visszaesett ezbe a, ebbe a dologba. Ez ilyen, ilyen fáradásos nem. izom történetnek. Neke, nekem is, is a, nekem. az van elszakadva, az szakadta a legtöbbször. Ö nem mintha ez így ide tartozna, csak tudom, hogy mivel jár ez. Tehát, hogy nem tudsz hirtelen, a megindulásokhoz nagyon-nagyon kell a combhajlító. Hát meg egy olyan alapizom, ami, ami, ami na, minden, mindenfajta ugye, futáshoz kell. És ráadásul a Dominik magára veszi az egész csapatnak a fájdalmát, mert ugye, mint Liverpoolban itt is univerzális emberként számítanak rá. Tehát besegít be a védekezésnél csinálnia kell a játékszervezést. A befejezéseknél is, ugye gondolhatunk itt a Montenegro elleni meccsre is. Tehát, hogy neki tulajdonképpen mindent kell csinálnia, és, és az a baj, hogy még itt sérülten is jobb, mint a bárki, akit be tudnának rakni a helyére. Igen, csak a, mondom még egyszer, a csapatban bezöltött szerepét, nevezetesen mondjuk úgy, a vezér szerepét, ugye, hogyha nem tudja azon a szinten hozni, Igen. akkor viszont az egész csapat. Hát ugye, ő, ő, mondja meg, hogy merre van az egyenes. Mondjuk ki nyíltan, és hát, hogyha ilyen. Ha aki megmondja, hogy merre van az egyenes, akkor, és, és ő, és, ő, nem pontosan azt tudja, mint amit egyébként szokott, akkor bizony baj van. Nem volt ebbe több így ilyen körülmények között. Én azt gondolom, hogy a Rossi mester azért nem kommunikálta meg Dominik sem a sérülést, mert nem akartak céltáblává válni. Egyrészt akár a Liverpool részéről, Igen. másrészt különböző sajtóorgánumok, és ugye a hazai jó akarok. Hát részéről. Ha, a, most gondoljunk el, kit tudnának a szoboszlai helyről berakni. Tehát akik esetleg azt mondanák, hogy jó, hát miért nem játszott valakit, Kalmár jó, nincs ott, de amúgy sem tudná ezt lejátszani. Én... Józsi, kis bogesz. Jó. Hát, figyelj, ha nem kell futni, akkor akkor, ja, hát... akkor tök jó. Ja, igen. Na, jó, de akkor most nézzük azt, és a, a többi történetet, azt tudjuk, ez még most nagyon friss uh, Seniel emlékeinkben, uh, és hát a Portugálak elmennek a fenébe, én azt mondom. Mind a mellett, hogy Georgiának meg egyébként gratulálok. Mert csináltak amit kell. Így van, tehát, hogy egyébként nem csökkent tendő az érdemeiket, cseszegetem Portugáliát, mert Georgia azt csinálta, ami neki kellett ebben a helyzetben. slusz punkt, ennyi. Hát, ott persze kezdődik azzal az egész, hogy most mindenki szerintem a Szabi is így gondolja, nekünk kell kivívni a helyünket. Így ez van. minden, amit most mondunk, ez a másodlagos szempont. Így van. Az, hogy a sport, sportot egyszerűen meg, megfirkálták, nem csak ők, az angolok is, aztán ugye hetek óta megy a cikkezés, hogy a szlovákok és a románok megegyeztek a döntetlenben. Tehát, hogy már ugye az ott szokat figyelembe jövő, már alig lehetett fogadni a döntetlenre, vagy, vagy Hát Én nem előtt... szeretem, amikor ezek a két ország egyezkedik, csak így szólni. Nem, mert abból mindig rossz, Abból mindig baj volt. Na, igen. Na de menjünk tovább. Nézzük meg, Józsi, azt, hogy ugye mondtam, hogy Portugália, Csehország, Svájc, Ukrajna jutott tovább 2020-ban a harmadikok közül. Most pedig Hollandia, Grúzia, Szlovákia, Szlovénia. Ezek a szlovékok. Tehát ez... És hát ugye Magyarország a legjobb kieső harmadik, ha így nézzük. Egyébként viszont azért úgy a minden szaristáktól megkérdezném, hogy ha olyan Horvátországban élnének, horvát állampolgárok lennének, akkor olyan szepokut követnének el? Mert Horvátország két ponttal megy haza, és azért egy Horvátország az elviekben, bőven előttünk jár. Itt a pontokat tekintve meg, hát azt látom, meg három lőtt gól, hat kapott gól, és mindössze két döntet. Tehát, hogy így igazából én azt mondom, hogy a horvátok most azt az teljesítményt rakták le a, a, az asztalra, mint Magyarország a 2020-as erdén. És akkor... Tegyük hozzá, és ez ezt tényleg megint egy érdekes párhuzam lehet, ezt azért fontos szerintem kiemelni, hogy ugye Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Albánia ez volt a. Ebben egyébként így nagyjából konszenzusra hogy Spanyolország, Olaszország az egyenesági, de azt, azt talán mondtuk is, hogy Horvátország azért a, a harmadikok között. Uh -huh. tovább tud menni ebből a uh -huh. csoportból és az albánokat pedig, nem nem az, hogy leírtuk, de hát a, a, az előzetes ismeretek szerint, ugye, és ott a horvátok ott cseszték el pont az albánokkal szemben, tehát azért is van mondom azt, hogy azért nem lehet őket leírni, mert kettő-kettő lett, ráadásul úgy, hogy Laci góljával <laughs> <laughs> Albánia 11. perctől a 74-ig győzelemre állt, akkor egyenlített a Kramarics, aztán vétette egy Albánia. Majd utána a 90 plusz 5. percben hozta ki X-re a mérkőzést Albánia, tehát Horvátország még a 90 plusz 4. percben vezetett tulajdonképpen. Na de itt is önerejükből egyetlen egy gólt értek el. Uh -huh. Ugye Kramaric világbajnoki, ezüst és bronzérmes horvát válogatott labdarúgó, a Hoffenheim játékos. Csak, csak hogy kikről hát, beszélünk. és, és például nem a, a leg... Az, a, a most marátoknál. a legtöbbre, most a, a legtöbbre taksát, ugye mondom a Modric utának eredménye azért jóval több, de hát idősebb is, 38 éves. Igen, hiszem. igen. Úgyhogy figyelj tulajdonképpen a harmadikok között második helyen jutott tovább Grúzia. Az is csak azért, mert a fair play Hollandia nyilvánvaló jobb volt. Hát viccelsz? Hollandia hol van? Nyugaton. Na, hát akkor hagyjuk meg. Jó, egyébként meg Grúzia, meg hol van Grúzia? Az, az még urálon innen van, ugye? Még igen, különben nem lehetne Európai Unió. Jó, no, bár De, szám nem, hát nem De, számít nem. ez már. Na jó, oké. Okay. Akkor azzal menjünk tovább, hogy én nem fogom itt telesírni egyébként a műsort egyáltalán, mert én azt gondolom az elmondott feltételek a, a 2020-as összehasonlítás alapján, és hát a Varga vargabarna sajnálatos. Balesete mondjuk azt okán. Egyébként ott a, a Skót Kapust mondjuk. Hát, hány biztos. éves lehet a Skót Kapus? 30, mondjuk. 30, igen. Ah, akkor, hát akkor a hány éves annyi időre eltiltanám az összes sporttevékenységtől? Úgy egyébként, mert azt egyébként piros lappal 11-es kellett volna ítélni, de ez semmit nem jelent ahhoz képest, hogy varga-barnabással ami történt, és ezúttal is jobbulást kívánunk neki. Viszont annyi, hogy tényleg összefoglalásképpen szerintet fejlődtünk? Fejlődött a magyar válogatott? Én azt mondom, hogy abban fejlődött a magyar válogatott, hogy egy dologban nem az első meccset elcsesszük. Ezt ez egyértelműen leszögezhetjük. Én azt gondolom, hogy, hogy játékban fejlődött. Meg tudjuk azt csinálni, hogy. És Bármilyen furcsa, hogy lehet, hogy most sokan azt fogják mondani, hogy én hülye vagyok, vagy a csekkettőt néztem. De szerintem egy sokkal ö, érettebb játékot mutatunk. Kevésbé tolt be a buszt ö, és kontráz. Nyilván ez az ellenfelek ö, játék stílusából is adódott de például meg tudtuk azt csinálni, hogy a skótoknak átengedtük a kezdeményezést, akikről tudtuk, hogy nem tudnak kezdeményezni, mert teljesen primitívek szegények uh, ehhez a futball nevű játékhoz kreativitás szintjén. Uh, ugyanakkor szerintem, szerintem hogy egy kicsit színesedett a játékunk, ugyanakkor azt még nem tudjuk uh, jól kezelni, amikor mi vagyunk az esélyesek, és nekünk kell dominálni. Tehát már ez épül, de még, még ez kevés. Hát igen, úgy látszik, nekünk mindenhez egy kicsit több idő kell, mint a szerencsésebb nemzeteknek, de attól függetlenül azt láttam, hogy borzasztó gyors lett a magyar válogatott. Igen. Ami ami előtte mindig hiba volt, hogy a, mindig azt mondták, hogy meghalnak a szépségben a magyar focisták, akik a 70-es évekre emlékeznek, a szinten is ez volt, hogy meghalnak a szépségben a magyar focisták, és totoljáznak. Nincs álló képesség, nem tudnak harcolni, az utolsó pillanatban kapogattuk a gólokat, és ez most baromira megváltozott. Van egy baromi gyors válogatottunk, meg tudjuk fordítani a mérkőzéseket, képesek vagyunk rá, képesek vagyunk csapatként harcolni, az állóképessége nincsen gond. Én, én azt, azt érzem, hogy egy nagyon jó fejlődési fázisban van még mindig a magyar válogatott, ami ugye egyre lassul, ahogy közeledünk a, a középmezőny vagy az él, élboly felé, de hát ez, ez természetes is. És még bocsánat, hogy szabadba vágok, azt ne felejtse el senki, hogy közben tulajdonképpen lezajlott egy őrségváltási folyamat. Bizony, bizony. Egy komoly generációváltás van a Uh, ugye Piskén, Szalai, Hajnal, uh, hogy hívták az MTK-ba? Este. Uh, Stíber. Tehát, hogy Stíber na, jözzető, na, nagyon, nagyon megváltozott az összetétel, és ami az előző, sőt, a még előző európa bajnokságon elmaradt, én szerintem most lesznek komoly szerződéseket, fognak hozni a következő hónapok. Hát szerintem, ugye lehetett hallani már a Kerkezről is, hogy hogy milyen csapatok keresik meg. Én szerintem a többieket is. Ez a csobot, ha az Újpestben ö, szerintem még lehet, hogy mikor a télen ott marad, de hogyha nem vált csapatot ö, tavaszra, akkor nem fog fejlődni tovább. Pedig neki most korban van, van egy jó flóban, van, ugye ezt szokták mondani, ö, neki most azonnal a csapatot kell váltani. Egy, egy nívósabb bajnokságba azért, hogy a vágatottnak még jobb legyen. Szobosztai meg kell. Na e jó, hát egy fél évet még elhozhatja, eh, vagy formába hozhatja magát. Egyre több a, a nemzetközi szintű játékosunk. Nagyon lassú a folyamat, de a fiatalok már egyre jobban tudnak alkalmazkodni. Hát fölkerült a labdarúgás térképére a magyar játékos. Tehát részeivé váltunk most már szép lassan a, az üzleti vérkeringésnek is a, a Dominikon keresztül. Én nagyon remélem, hogy ő meg tud gyógyulni. Nem vagyok benne biztos most már, hogy a Liverpool neki jó csapat, egy olyan, egy olyan csapatba kellene, ahol nem az összes nyűgöt az ő nyakába varják, hanem tényleg azt lehet tud foglalkozni, ami a dolga vagy a támadással, vagy a védekezéshez jelen pillanatban az ő képességei, és most nevesetek ki, Real én, én, nekem is egyébként nem feltétlenül a Real Madrid, de ez tök az olyan... A spanyol foci utott eszembe, hogy az, az, az lenne az ő pályája. Mm. Én azt gondolom, hogy persze, az is fizikális egyébként, de ott, ö, ott, ott azért kell futball tudni ö, sokkal inkább. Tehát ott azért a, a játék, mint játék. És erről jut eszembe. Majd akkor, majd akkor ö, a cseheket akartam említeni. Hát néztétek a csehek legutolsó mérkő, legutóbbi mérkőzését, meg kell, hogy állapítsam, hogy, hogy ott van, és ha valaki nem nézte esetleg, nézzem bele, vagy, néz, vagy felvételről nézze meg. Ott van a válasz arra, hogy a felcsút játékát miért tartom rendkívül utálatosnak. A GPS. A GPS a végtelenül sportszerűtlenségig elmenően kemény, ugyanakkor totálisan üres fafejű játék, ahol csak begyakorolt automatizmusok működnek nulla, 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 nulla pont nulla kreativitással, és én most azt mondom, hogy a csehek ma az európai foci északi uh, zászlóvivői, tehát átkerült a Izland, Svédország, Norvégia. Dánia. Á, Dánia, igen, az már egy kicsit ilyen, ilyen, <laughs> ilyen átmenetet képez. Tehát a fajék a skandináv, foci, fizikális igen. és igen. Uh, brutális. Sikerült a Dunai Iskolától <laughs> teljesen Elkerülniük, odáig, hogy hogy ilyen, hogy is mondjam, atlétaképző. Brügölnek. Ezt nem? Valahogy úgy hívják. Val valami ilyesmi, Val de, de egyébként atlétaképző. Igen, atléta képző, és hogyha nem vagy két méteres, felejtsd el, hogy te Csehországba válogatott leszel. Ja, és hogyha nem rúgod szét a betonfalat. Mert azért az, hogy a labdával, jó, az ne zavarjon, de azért az nem, nem olyan nagyon szempont. Csak ezt akarom, hogy milyen furcsa átrendeződés van itt a, az európai fociban, ezt azzal kapcsolatban mondom, hogy az előadás, előző adásunkban beszélgettünk arról, hogy most valahogy úgy kiegyenlítődött a foci, nincsenek olyan nagyon karakteresen ö, ö, kimutatható jegyek egy-egy nemzeti válogatottal kapcsolatban. Ebből a képből szerintem kilóg egyrészt Csehország, másrészt azt gondolom, hogy éppen itt az ideje, hogy a következő egy pár évben egy új futballinnováció megjelenjen a nemzetközi futballba, és Remélem, hogy ez valahonnan dél, délről jön, és például azt az éjszaki focit örökre leradírozza a világ térképéről. Kul nagyon elegem van belőle. Ebből a... Nem, nem, ez a sótlan foci. Igen. Nem is lehet. Egyszerűen, hogy... komolyan mondom, hogy már szurkoltam is volna nekik abból a szempontból, legalábbis, hogy tudtam, hogy a másik meccsen ott, ott mi a történet, hogy a portugálok... Tehát, hogy teljesen mindegy. Tehát, hogy tudtak volna szimpatikusak lenni a szituációból ö, fakadóan, de az, amit csináltak, hát nem, nem, nézhetetlen, értékelhetetlen. Én gondolom, hogyha egy edző, egy szakember, persze nyilván tudja értékelni, de mi itt szurkolók vagyunk, mi látni akarunk valamit, Na, de azt nem, amit a csehek nyújtanak, meg az olyan típusú focit. És itt ezt azért kellett elmondani, hogy a felcsútal kapcsolatban ö, Nekem a leginkább ez a kifogásom. Semmi más. A, az összes többi, azt tudjuk, azt hagyjuk, mert az meg egy adottság, de a játékot illetően. Úgyhogy bocsánat, de ezt el kellett mondanom. És a magyar mezőnyben lesz majd még egy csapat, aki hasonlóan. Tehát legalábbis az előzetes becsléseink szerint hasonló focit akar majd játszani, de majd azt amikor oda kerülünk. El... Igen ezért majd oda kerülünk majd akkor visszautalunk erre a részre ezt most itt lezárjuk de ezért kezdtem el ezen gondolkodni egyébként nem véletlen hogy éppen én. Uh... Na nézzük a nyolcad döntők párosításait én nem tudom hogy hát hogyha esetleg ráérek vagy nincs jobb dolgom. Akkor talán belenézek ezekbe. Egyébként mindenkinek ajánlom nézzétek, tehát, hogy most nem, én csak az én saját ö, hozzáállásomat ö, mondom ezekhez a dolgokhoz. Svájc-Olaszország. Hát itt tulajdonképpen ö, én azt. Tippeljünk, mert tényleg. Most csak úgy a. Svájc. Olasz, az olaszok, megmondom őszintén ezekből, akik most itt a palettán vannak, én az olaszoknak nagyon tudnék szurkolni. Egyéb, egyébként én is, és itt is az a tippem, hogy itt Olaszország a 90 pluszadik percbe be fogja húzni. Ott is egy generációváltás történik, nagyon szenvedélyesen tudnak játszani, vélek felfedezni stílusjegyeket, Nekem nagyon szimpatikus. Igen, én egyébként ott ott az olaszoknál én is látok így valamit, és szerintem én nem lepődnék meg, hogyha ez amitről az előbb beszéltünk, ez az innováció, ez most Olaszországból indulná. Azért az utóbbi időkben az olasz foci a klub szinten is, azért úgy, ott azért mocorog. Az olasz edzők szétspricceltek a világba, és mindenütt valahogy jó, jól tevékenyked. És nem a katanácsót, nem a katanácsót oktatják. Igen, abszolút. Abszolút nem. Jó, aztán utána, ez júli, júni 29 este 6 óra, akkor lesz Berlinben, Dortmundban pedig ugyanez a napon, 21 órától Németország, Dália. Nagyon-nagyon meglepődik nyilván a ném, Németország. Nyilván, németország. igen, Németország. Mindig úgy, Egyébként <laughs> Német Cseferire nem... visszautalva. Mindig úgy kezdődik, hogy úgy tűnik, hogy a németek győzni fognak. Ez az ilyen... Történelmileg <laughs> Jó. <hállít> Anglia, Szlovákia, itt kár, hogy nem kaphat ki mind a 2-3-0-ra. Igen, szerintem kapjon ki mind a 2-3-0-ra, ez június 30 este 6 óra, Gelsenkirchen. Öh, gyönyörű hangzású Gelsenkirchenben. Hát itt nyilván Anglia, tehát most hagyjuk. Öh, aztán ugyanezen a napon este 9-től a Kölnben, Spanyolország, Georgia, nyilván Spanyolország. Hát ott is, az legalább já, tudnak játszani. Igen. Hát játék van. Igen. Akkor július elsője, este 6 óra Düsseldorf, Franciaország, Belgium. Tehát a Franciaország egy és Franciaország 2. Igen. Itt, yeah. mindegy, itt, itt, gyakorlatilag úgy is, tehát ugyanazok jutnak tovább, teljesen mindegy. Ö, aztán aztán ugyanezen napon Frankfurtban este 9-től Portugália, Szlovénia. Hát akkor itt most hát, már folytassák a jó tendenciát, verjék meg a szlovénok és a portugálokat. Hát persze, hát most így egyébként itt meg majd focizni akarnak, mert most ugye, tehát ugye mondtuk az angolokat, meg a portugálokat. Tulajdonképpen a portugáloknak tét nélkül volt, mindenféleképpen tovább jutottak, akármilyen eredmény. De azért kedves Atlanti óceán parti barátaim, Nincs nektek esetleg talán valami önérzetetek, vagy esetleg valami tartásotok? Mert a futballpályán legalábbis nem látszott. Hát a porta az a nyugat egyébként, Igen. úgy hívják őket. És azért mondom az atlanti mert hát ezért vonatkozik ugye északabbra is. <coughs> Ott van egy ilyen szigetecske. Hát igazán Azért annyi az, azért globális felmelegedést így bírnék, hogy ott eltűnne a fele. Hát ők tulajdonképpen ellenfelet választottak maguknak. El tudták dönteni, hogy velünk játszanak, vagy a szlovénokkal. Igen. A szlovénokat jobban ismerik. Ugye felkészülési meccset is játszottak velük. Igen. Eldöntötték, nyolc helyen változtattak a kezdőn. Hát csak nem gondolt, nem gondolták át ezt, mert azért ott van a cseferi. Ja, hát, igen. Szóval azért... Na mindegy. Van még egy csodálatos mérkőzésünk. Rom Románia, Hollandia, a két igazán sportszerű csapat. De hát play pontokat kapott a hollandok, nem? Ja, igen. Akik nekik kettő fair play pontjuk van. Ja, akik leköbdösik az ellenfelet. Igen, ah, igen. Áll, te. Uh -huh. De ja. lehet, hogy per kaptak, és akkor csak rosszul olvastam. Na mindegy, itt nyilván Hollandia ö, tovább jut. És akkor ugyanez a napon, július másodikán, 9 órától este Lipcsében, Ausztria, Törökország. Tehát a sógorok fognak játszani. Hát... Sógor... Neked maximum. Itt is azt mondanám, hogy a, a papíron Ausztria, de itt a törököknek tudnék szurkolni. Hát itt ő, szerintem itt az van, hogy ez egy törököknek egy hazai lesz. Az a ja, az, hát, azért igen. közel van hogy is mondjam, a, a magas-hegyi Németországhoz, de, de azért. De... Hát a vendég, ez egy melós város egyébként. Hát persze. Tehát ott, ott szerintem sok a török. Igen. Hát a, a Lipcsébe ott vannak a Lipcseljiek. Oké. Okay. Nem tudom, a Peti megye. <gül> <gül> szóval ezek a várakozásaink. Ö... Nem voltunk cinikusak, de hogy is... Nem, nem. Miért lennénk cinikusak? Az tény, hogy Lipcsébe Lipcseljiek laknak, nem? Igen. Hát most ezt hagyjuk már öcsém <laughs> jó és akkor menjünk a hazajövünk ahogy a válogatott úgy mi is hazajövünk mondhatnám és akkor itt az átigazolásokról uh, hangsúlyozom mi nem vagyunk az átigazolások szakértői meg nem is akarunk az le azok lenni. Uh, Viszont a, a HUNFA az átigazolási hírek, és én azt ajánlom mindenkinek, hogy nézegessem, mert szerintem egész jó, sőt, nagyon jó képet nyújt az átigazolások terén is ez a, ez a felület. És akkor, hát, itt Debrecen, menjünk így sorba, itt ilyen ABC szerinti sorrendben fogunk menni, DVSC. Ugye érkező Pál Fidonát szerintem minden csapatban, most a magyar fociba a Megye kettőtől az MB1-ig lesznek a szombathelyi haladásból érkező játékosok. Igen. Pál Fidonát érkezik. És jól. ezen most nem nevetünk egyáltalán. Nem. Nem, 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 nem. kell félérteni. Szűcs Tamás jött vissza, vagy jött az FC Kölbenhavn-tól. Batik Bence a Puskás Hát ő nagy kedvenc lesz, biztos vagyok benne. Nagyon nagy szeretettel fogadja. Igen, igen. És Naoki Szenaga. Egy japán. Kis csákó. Úgy látszik, hogy hát a Batik Bence hátul ott megadja. Ő egy ilyen népművész. Ilyen fafaragó. Fa, igen. igen, és akkor a, a gondolom a Szenaga az, az egy halálosan komoly vízhordó. Tehát az futógépek a japán. igen, úgy látszik, hogy ott a... Én ott szinte biztos vagyok benne, hogy védekező középpályás. Szerintem a japánok azok úgy állnak ki, hogy 11 védekező középpályás, még a kapus is. meg, egy, honosított brazil kap. igen. És akkor távozók João Oliveira, ő a Gdínia csapatába, Tuboy Máté kölcsönből vissza a, a Győrhöz, onnan pedig a Dacba, Baranyai Nimród Újpest, szerintem ő egyébként, ő jó lesz. Andrea Majdevác és Stefán Loncsár. Hát én azt mondom, hogy úgy tűnik, mintha. Stabilizálni akarják. Stabil, igen, tehát stabilálni. Nem akarják. lesznek jobbak, stabilabbak lesznek igen. a védek, védekezésre, fektetik hangsúlyt. Eddig. Tehát azért azt Ami, el kell mondani, áll... hogy azért még nincsen itt vége a dalnak. Diós Győr érkező Herbák Máté. Ő. Oké, okay, nem tudjuk, sajnos. Igen. Távozó Szabó Levente, az Eintracht Braunschweighoz távozik. Csirmaz az István mezőkövesd. Oké. Okay. Pernambukó, lejár a kölcsönszerződés, és Bokros Szilárd kölcsönben kassára e, kerül. Ugye ott van a tulajdonosi szinten az szem valamilyen összefonódás, és ebből fakadóan e, szakmai együttműködés. Hát nem úgy tűnik, mint hogy a Diós Győr rá erősítene. Hát egyelőre, egyelőre ez nem nagyon úgy néz ki. Te el tudod képzelni, hogy a Diós Győr jegyző a lasztalra csap? A, igen. Feltétlenül. Maximum, hogyha nem kapja meg a kajáját, de így a szakmai oldalon biztos, hogy nem. Na. Eto FC Győr. Érkező Zejko Gavrics. Dasztól távozó, Tuboy Máté Dac, szújó, Attila. Ez megszokott lesz egyébként a győrnél. Igen. A játékos transferek a daccal. Igen. Egyébként ez, ez tök jó, szóval én azt mondom, hogy, hogy ezzel ezzel egyébként nagyon jól lehet csakkozni, de lehet ezt szarul is csinálni. Bocsánat. Én, száll, szerintem, a, én szerintem a világjék, ahogy ki, kiépítették a dacot, nemzetközi szereplő most már. Van egy aktív uh, szurklótábora, uh, most jelen pillanatban szerintem nemzetközileg előrébb van sorolva a DAC, mint a győr. Hát meg ne felejtsük el, hogy Világi Oszkár azért tényleg egy komoly ember, nem egy kétes, nem identitású belga fazon. Hát ő aki, akar. Aki nem, tud, nem tudott még egy nemzetközi hálózatból se kihozni semmit, maximum annyit, hogy egy kretén szerepeltetése miatt, akit úgy raboltak el uh, Afrikából, uh, nem igazolhattunk, mit tudom két-három időszakon keresztül. Ez Ezúttal is köszönjük a pisilő kisfiúnak. Jó, Fehérvár FC, érkező George Dobson, uh, Charlton Athletic, ugye őt már korábbról tudjuk, Bogdán Melnyik a Kisvárdától. Igen, a Kisvárda és azért eléggé észét Spritzel, Tóth Balázs a Puskás Akadémiát, az engem egy kicsit meglep. Ö, ja, vagy ott kölcsönszerződ... Nem, nem kölcsönszerződésről volt szó. Kölcsönbe játszott ő Kölcsönbe fejje. játszott, akkor, akkor jó távozó Bese Barnabás Újpest FC. Mm. Dávid a Szentgyörgybe ment. Igen, Sigér Dávid Sepsi, Szentgyörgy. Szent György. Na, én azt gondolom, hogy ő pont az a fazon, aki, aki egyébként ott, oda nagy Isten indult. király lesz, egyébként megyek a nyitó meccsre, Szentgyörgy... Megmondja. <laughs> nem Szentgyörgyre, mert te Borsot Szentgyörgyre mész. Nem, nem. Sebsi sebsi Szentgyörgy. Szentgyörgy. Sebsi Szentgyörgy. Szentgyörgy. Na, nagyon fogják szeretni a Dávidot. Egyébként is egy, uh, rengeteg fradista van a Szentgyörgyön, szinte csak az van, aki nem a, az osk szurkoló, az Ferencváros szurkoló, de nagyon szerették a Dávidot, pont ezért a, a szívvélek játékért. És uh, most, hogy 34 éves, azt hiszem, ott abban a ligában meg fog tudni élni, és nagyon nagy kedvenc lesz Biztos, igen. ha, ha elkerülik a sérülésekben, mert, mert mint magyarországi, mint válogatott, azt őt aztán úgy fogják faragni, Krajovától kezdve mindenhol, hogy már most ő kell készülni lelkiekben. Igen Kapott is. a Vargaról is? Igen, igen. Ruben Pinto, Hangya szilveszter, Emir Rockov ö, szintén a távozók között van. Az Emir Rockov azt soha nem értettem, hogy mit, mit egerészik ott. Viszont a Karamokót azt értettem, de ő viszont kölcsönben visszamegy a Kőbenhávn hoz. A nagy takarítás volt Fehérváron. Igen. Én azt látom, hogy ott ö, ott, ott hogy mondjam, tisztítják erősen a portfóliót. Egyébként értem, látom az irányokat. Ö, továbbra is azzal együtt, hogy egy zselák ugye Újpestre át tette székhelyét. Azzal együtt én azért látom ott az építkezést. Persze nyilván a, a helyiek, vagy a, a, a ezt lehet, hogy teljesen másképp látják. Én, tényleg csak a nagy kép, amit én látok, azt, azt úgy gondolom, hogy, hogy ebbe ez benne van. Ferencvárosi T.C. Gruber Zsombor. Kölcsönből vissza az a Nem, Remélem, most már a sérlésen túl van. Elkezdhetik beépíteni. Elméletileg a holland szakemberedzőnk, ő nagy spíler ennek a beépíti. Mint általában a hollandok, rájuk ez jellemző. Hát a Patrik, nem tudom, most marad Kecsen, ja. nem, nem hiszem, hogy ő. Ugye Ilimborról ki... van szó. Szóval. Ilimborról Patrikról. Nem hiszem, hogy ki tudná harcolni a helyét. Nagy Olivéről is, hát nem tudom. És ki ez a Isaac Papoe? Nem tudom, hogy az a kérdés, hogy örege vagy nem. <laughs> hát nem, ő, ő, őt hogy, ő... hogy kell mondani egyébként? Bocsánat, hogyha... Papoly. Aha, jó. És tehát Izsák. <laughs> jó, nem. Isaac. De, jó. De, de ő... Ásdod, igen. Az... Azért, azért mondtam Izsáknak, mert ott így, így biztos... Jó, 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 persze, persze. a Gustavo, a Corinthiansból. Hát az igazság, hogy még biztos, hogy lesz vásárlás, mert Varga Barnabás pótolni kell és akik idáig érkeztek, nekünk most a nemzetközi szereplés miatt kész játékos kell. Kész, és a Pesics nem megoldás. Abszolút egyetértek, és ugye, hogyha megnézzük a távozókat, szerintem a Vingó esetében senkinek nem fáj a szíve. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Pesics esetében sem, abban az értelemben, hogy ma már, vagy most már nem tudott úgy segíteni a Fradin. Pedig nagyon nagy, nagy karakter. Ahogy mint ahogy remélni lehetett tőle, vagy remélték tőle a fradisták. Lisztes Krisztián távozását azt lehetett tudni, viszont a Szemi mai az... Ha formában lenne, ha tényleg a focira tudna koncentrálni, a mai napig is a legstabilabb, úgy gondolom, MB 1 es középhátvéd lenne, de úgy látszik, őt is a pénz érdekli inkább. Hát így van, így van. Tehát, hogy szerintem nem szerintem, ahogy a tesója elmentő is menni akart és már nem, nem tudott ide koncentrálni, akkor meg menjen. Ha menni hmm. akar, akkor menjen. Nagyon remélem, az abufánit nem fogják elvinni. Ráadásul rá, rá, nem Te a... Énnek felröppent egy hír, hogy... hogy a Ruszki Ligába akarnák vinni, Istenem. az neki óriási visszalépés lenne, nem tud nemzetköziben szerepelni, hát viszont kb. négyszer annyit keresne. Igen, egyébként a bizonyos szempontból a, az Orosz Liga, ö, ö, sőt, még rosszabb lett, mint ugye ezek a, az arab akármik, mert ugye annyit azért nem fizetnek, viszont semmilyen nemzetköziben nem tudsz élszani. Ugye, hogyha elmész ilyen szaúd-arab-öböl katar kutyafülébe, akkor azok ott indulnak ilyen ö, helyi, vagy helyi, tehát ö, térségi ö, bajnokok ligájában, meg ilyenek, De hát most jó az. És én, én biztosra vagyok. Mondjuk van színvonal ott is, de mindegy. A de... Szaudarábiából -Szaud én úgy hallottam, hogy az Európai Bajnokok Ligájába fognak szerepelni. Nem most, hanem ez a terv. Az első helyzet onnan a, a Európai. Ja persze, hát van az, várjál. Van az, a, van az a pénz. Hát, hát eleve a félbajnokok ligáját onnan pénzelik. Akkor már csak indíthatnak egy csapatot, nem? Hát igen, hát nem, tehát azért nem én... indít, nem, nem indíthat, de ha nem a... indíthat, tehát meg hogy... az, a, az, a, az a lényeg, hogy az UEFA vagy a FIFA meg tudja magyarázni, hogy, hogy ez miért jó. Persze, persze. Biztos, hogy meg tudja magyarázni. A pénznek nincsen szaga. A Cseferin tudja. Igen, az uefa t meghagyjuk, mert az ugyanolyan, mint a, az MLS, mindent is jól csinál. Nincsen abba, hogy a baj, kecskemét távoz, uh, érkezők Papmilán, Color City, Kazinsz Barcika, <laughs> Kotula Máté szintén Color City, <laughs> Kovács Barnabás Zalaegerszegről, Pálfő Kis Kristóf Dorogról, Svatai Márton Putnokról. Én azt látom, hogy... formában uh, Formába kell hozni a játékosokat, és odaadják a Kovács Istvánnak. Igen, 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 itt szinte teljes, szinte kivétel nélkül fiatal játékosokról beszélünk. Én azt hiszem, hogy hogy itt tényleg, ha mondjuk például, ha kölcsönökről van szó, vagy például, hogyha a menedzsereket nézzük, akik mondjuk nem az aláírás pénzre utaznak, hanem arra, hogy tényleg felépítsenek egy játékost, akkor nagyon szívesen. Ö, ö, Adják oda ö, kecskemétre, mert mert ott lehet azért abban bízni, hogy ott ö, hozzá tudnak tenni a játékoshoz. Távozó, ugye az Imbor Patrikőt említettük, nagyon Vér, ugye szintén, ugye a, a Fradihoz vissza, mint ketten, és Sándor Ákos ö, a dacba vissza. Ugye ez a történés. Hát nem tudom, ott a Sándor Jákossal de az, az, még egy számomra egy kérdéses azért, hogy ott, ott, mi lesz, nem vagyok benne biztos. Én legalábbis nem annyira láttam tőle olyat. Nem kölcsön adják majd valahova. Mm, igen. MTK érkezők, Ilja Berjesvili Beriasvili, ugye mezőkövesd, Robert Polievka, Dukla Banska Bistrica, ugye őt szóba hozták az újpestel kapcsolatba is, végül MTK-ba kötött ki, Molnár, Ádin, Kazár vissza. vissza. És... Hát én nem tudom. Nekem ez így nem... Tehát így, így ilyen... Az amit, hogy beletettük a pohárba játékosokat, összerezzük és megint kiborítjuk. Tehát így e... én nem látok nagy... Az, az összességét tekintve idáig nem látok erősítés szinte sehol. Igen. És akkor távozók. Vadna Dániel, Várkonyi Bence, Várkonyi Bence Zalaegerszegre távozik. Uh... Spalek Nikolász, Elin Leocki. Hát igazán... kölcsönben Vasashoz, ugye Lehocki Roland, és Cújgéber Ákos kölcsönben Budafokhoz. Most az, ez, ez mi? <laughs> és Miknyócki Ádám Gyírmót, hát, FC. Nem tudom, ezek közül a játékosok közül vannai mond nekem valamit, az összes többi nem én, annyira. Én azt mondom, hogy értem én az MTK-nál a, azt, a, azt a dolgot, hogy ö, nem feltétlenül az eredményesség, hanem nem tudom, a stílus, meg a más, más dolgok, tehát máshova helyezik a hangsúlyokat. De akkor helyezzék már. Tehát, hogy, és nem az igazolásokat kapcsolatban mondom, uh, hanem, hanem például a Cújgébert szerintem vétek Budafokra odaadni. Mit, mit, fog csinálni? Ad fejlődni fog? Nem. És akkor még tudnék mondani dolgokat. Uh, vagy például egy poliefkát vagy egy beriesfilit, mi a bánatosnak igazolnak le, hogyha én értem azt, hogy valószínűleg nem tudnak támadót, nem tudnak kinevelni. Mert, mert nem. És akkor védőt tudnak? Hát azt mindig egyszerűbb szóval, Csinál, csinálni, de hát pont az MTK-nem tudnak. Igen, tehát azért ez nekem nagyon furcsa. Ö, jó, hagyjuk is. Én, én nem. Tehát én látom az MTK-nál a, a jeleket, meg, meg a, a nyilatkozatokból érzem azt, hogy hogy ugye milyen irányt szabtak, de a, amit meg csinálnak, abból meg nem. És nekem ez furcsa. Aztán lehet, hogy félreismerem őket, és akkor ez csak az én hülyeségem. Legyen inkább így, én azt mondom, de nekem furcsa Nyíregyháza, érkező Kovács Milán Gyirmótról, Tóth Balázs Kazincsbarcikáról, és távozó Vidak sigér Sigé Rákos Patrik Herjecki Kristóf, utóbbi Kazincsbarcikára. Há... Most tudod, ők azért távoznak, mert az igazság, hogy jól vannak lakva. Vidak Krisztoffert jobban érdekli most már az online, egy picit gyere vissza, Léci. Igen. A Heljetki, ugye honvédnevelés, igazán őt is most már az apukája üzlete érdekel, amit tovább fog vitni. Vas Patrik, be nem váltott ígéret. Igen. Sohasem. Sigérákosban buzogna valami szerintem, de ő neki meg, tehát túl nagy a különbség közte és a tesója között. Mm. Tehát a hozzáállása megvan, neki a játéktudása nincs meg, de az összes többi pedig már nem, nem akar 1 es játékos lenni. Igen. Paks, ötvös Bence Kisvárda érkező, távozó könyves Norbert. Hát ez is érthető könyves, hát valamikor szimpatikus volt, most már ő is kevés lesz az mb be tehát ezt a dúvadságot előbb vagy utóbb itthon se fogják. 20 percet tud, körülbelül a Böde Daninek a szintje, csak a Danit egy őszintébb embernek tartom, 15-20 perceket tud játszani, és szerintem a Paksa ennél most már azért többet akar. Igen. Felcsúd, távoz, vagy érkező Dusinski Szabolcs és Ominger, Gergő. Uh, utóbbi Kölcsönből vissza Csákvártól, nyilván ott van az egy, együttműködés a, a két klub között. Slagver távozik, yes! Nagyon fog hiányozni. Nem, egyébként én nem értem pontosan, hogy ő bele mi történt. Amikor ő idejött, akkor őt sikerült leépíteni. Egyébként felcsújtanak. Amikor ide jött? Sokkal, sokkal jobb volt. kreatívabb, gyorsabb volt, Igen. voltak jó megoldásai, Még mindig mi kevertem a másik a, a favágóval. Tudod, azzal a mindegy. Balázs, hát szerintem én nem Fehérvárra mentem volna, hogyha ugye nagy tehetségű kapus egyébként. Igen. Ha most a szakmailag előrébb akar lenni, akkor én kettő klubot ajánlottam volna neki, a vagy a Magyar Fradit, vagy az Újpestet, ahol a, a ahol valami munka igazán elkezdődik. A, én azt gondolom, hogy a videótonnál jó most, csak ő nekik nem lesz olyan fejlődési folyamat, mert tehát így visszavettek a pénzből nagyon keményen. Nem fog tudni úgy kitűnni. Mondom, ezt a, a, Fradit vagy az Újpestet gondolnám az, hogy kellett van, de hát előbb vagy utóbb úgyis ott, ott, fog kikötni majd külföldön. Jó, akkor Kert Martin, Martin, ő a Sturm, Sturmgrácba, távozott. Batik Bence a, ugye ezt már mondtuk, Debrecenbe, Korbu is távozó. Hát vele kapcsolatban azért az, arról van szó, hogy külföldi érdeklődések vannak. Nem tudni, hogy ezek mennyire plegykaszintűek, vagy mennyire konkrétak. Bakti Balázs visszamegy Zalegerszegre Kölcsönbe, és Humotum Ádám Csákvár Kölcsönbe. Hát ő még azért fiatal, szerintem belőle azért ott még lesz valami, vagy lehet valami. Szerintem ő, ő, ő egy jó kis játékos amúgy, de Ogyan. megint csak az van, hogy, hogy most csákvárra kölcsönbe kerül MB2, ő, nyilván ez akkor tud működni, és akkor válik a javára, ha akkor ő tényleg folyamatosan fog játszani. Ha ugyanúgy, vagy még annyira se ö, csak epizód szerepeket kap, akkor ak ak tök mindegy. Jó, Újpest. Pisitelli, érkező mezőkövestől. Én nem tudom, nagyon sokan oda vannak a Pisitellitől, én nem. Tehát, én csak akkor, hogyha nagyon kell. Igen, tehát én, én, tényleg egy kapust igazolta Kellett kapust, csak nem, nem, nem ő az szerintem. Aztán vájon váljon be. Tehát, hogy... Ez hát a fehérváris stáció lett volna nektek. Bucsányi Márk, ő, kölcsönből visszajött a BVSC zuglótól, hát onnan jó, 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 megmenteni. Azért szerintem att attól sok, vagy szinte csak jobb választás van. Bese Barnabás, ugye váról szó volt, a Fehérvártól jött. Én azt gondolom, hogy a Bese Barnabásnak, hogyha megtalálódik a helye, megtalálják a helyét, ahol nem feltétlenül a gyorsaság, hanem a stabilitás, illetve a, a precizitás a, a fontos, akkor, akkor szerintem óriási, nagyon nagy hasznára lesz a, a csapatnak. Dénes Adrián, Fiorentina, Babós Levente, Csákvár, Baranyai Nimród, Diós Györg, Dominik, Budapest Honvéd. Ők mind fiatalok ez, lát, ez, ez, már mutatja azt az irányvonalat, amit meghatározott a klub, és majd erről lesz szó. Úgyhogy most ezt nem fogom említeni. Távozó Lukamak, Jevtovski, Burekovics, Anculász, Albidoka, Szeszere, Kis Tamás, Heinz Mörsel, Paujevic, Péter Ambróz, Varga György Balázs, Huszti András, Molnár Zsombor, Szabó Bálint. Én azt mondom, hogy <kül> Itt egy Mörsel, esetleg egy Ambróz távozása, ó, egyébként Huszti sem volt rossz. Az összes többiek pedig tényleg az volt, hogy így megvolt a létszám belük. Sem, semmi full extra. Igazából, igazából attól, hogy egy Paujevic, aki lehetett az Újpest csapatkapitánya. Nem érted? Tehát nem érted, komolyan nem érted. Én most sokkal ügyesebb vagyok a labdával, mint ő. Komolyan. Tehát mondjuk sokkal lassabb vagyok. Azt ja, de hát. De hát ez, ez nem nem atlétika, akárhogy is nézzük. Jó, te labda, és jobb, hogyha nem zavarja a játékost. Ha nem. Nem, de ő jobban oszt vissza, valószínűleg. Nem tudom, mit csinál. Egyébként én én őt kedvelem, mint embert, és itt, amikor ilyen véleményeket mondunk, nem mint emberről beszélünk, hanem mint játékosról, nyilvánvalóan alapvetően mindenki jó és kész, ezt így, ezt szerintem itt leszögezhetjük. Azért, ahol meg nem, azt meg külön megjegyezzük. A Zalaegerszeg érkező német Ervin, ő a Lendvától kölcsönből vissza, ott ugye szintén ott a, van Aha, a két igen. között együttműködés. Gundel Takács Bence Budafoktól ugye volt Újpesten, és én, 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 egy jó kapusnak tartom. Nem tudom, hogy miért nem lendül bele ő a dolgokba. Hát, ha most idén talán meg tudja mutatni magát Zalegerszegen jobban, akkor talán, talán beindul. Csonka András, Budafokról Várkonyi az MTK-tól Bakti Balázs felcsútról és Huszti András ugye említettük az újpestől vissza Kölcsönből távozó Lesiák Dombó Dávid. Gyurián Márton. Guy Hadida vagy gúj vagy nem tudom igen Gruber Zsombor szó volt róla Bedi Bence Senkó Zsombor. Na ő a Lendvához megy kölcsönbe. Kovács Barnabás Kecskeméti te távozott is Soltész István Kisvárda. Hát itt aki nagy vesztesség a lesiek, aki a stabilitást osztanak nekik, csak hát már mb szinten alig lehetett rá számítani, de, de ő, ő, róla mondták azt, hogy hát hogyha esetleg abba hagyja a labdarúgást, számítanak rá a stábon belül. Hát meg azért ott a Gruber persze jó tudjuk, kölcsönben volt, tehát hogy itt... I ezt... Igen, hát igen, tehát hogy ő elkezdett ott egy jó kis karriert építeni. Egyébként itt a Zete teljesítette azt az elvárást, amit illetve hát a Gruber Zsombor természetesen, am, amilyen reményekkel vagy amilyen elvárással a forradi kölcsön adta. Tehát ez egy jó példa. Igen, tehát hogy megkapta a helyét a csapatban, élt is a lehetőséggel, a sérülésig játszották is, tehát abszolút a játékos érdekét szolgálta. Na, és most akkor új pestezés következik. Van Azért veszük el az Újpestet, mert egyrészt van miről beszélni. Az aktualitást az adja, hogy volt egy sajtótájékoztató, ahol Ratatics Péter elnök és Benci Balázs ügyvezető, valamint Bartos Grzsálák is részt vett és, beszélt a, mindenféle dolgokról. Nyilván a Ratatics úr, ő a, egy, egy, teljesen egy ilyen fölülről nézi a dolgokat, és teljesen a, stratégiai szinten gondolkodik. bencédi Balázs már egy kicsit jobban belemegy a, a, a taktikai jellegű dolgokba is, illetve a Grzelák edző pedig ugye végzi a napi feladatokat, és akkor itt pont ez a hármas. Itt ez egy nagyon fontos dolog. Hiányzik itt valaki? Hát igen, amit amit nagyon fontos egy profiklubnál, egy szakmai igazgató. És most nem az utánpótlásról beszélünk, hanem egy szakmai igazgató. Mert ilyen név nincs, mert ilyen titulus nincs. Tanácsadó az van, akiről, mint tudjuk, semmilyen felelőssége nincsen, csak tanácsokat adhat, vagy bejön, vagy nem. De olyan aki, olyan, aki hivatalosan megszabja a klubnak a játékstílusát, aki intézi az összes szakmai dolgot, akár a, a, a csapatépítéstől kezdve, minden ilyesmit, aki a fő segítője lenne a vezetőedzőnek. És ezt az összes terhet rárakták most a zseláknak a nyakába. Úgy, hogy a zselák valószínű nem tudja, mi az Újpest. Tudja, mint, mint klub tudja, mi az, de olyan, mint szakmailag, stílus, labdarúgás ügyileg, nem tudja, mit képvisel az Újpest, és ezt hiányolom én innen, illetve a Szabolcs is. Tegnap erről nagyon sokat beszéltünk. Igen. Persze, azt azért hozzá kell tenni, hogy ez, ez nem azt jelenti, hogy ez most így végképp el van cseszve ez a dolog. Mert elhangzott, hogy a jelenlegi vezetés a klubot úgy vett át, hogy nem volt játékos megvédelő és videó elemző sem. Tehát, hogy csak két dolgot, ami hiányzott, de ez, és ez tényleg csak kettő. És csak kettő. És, és gyakorlatilag bárhova nyúltak, szerintem mindenütt azt vették észre, hogy úristen, Amatőr. Nulla. Semmi. Hát persze, hát miért voltak azok az eredménytelenségek, amik az utóbbi években jellemezték a, a, a szereplést. De, vissza a témához. Én értem, és tudom azt, hogy ö, a Bartos zselák, mert láttam Székesfehérvár esetében, hogy láttam, hogy ö, milyen játékot épít. Ez teljesen testi idegen az újpestől. Abszolút. Ö, ellenben, azt is el kell mondani, hogy eredményes. Na most, én azt gondolom, hogy hogyha klub filozófiáról, mert elhangzott ilyen ö, identitásról beszélnek, akkor azt azonnal hozzá kell tenni, hogy ö, mert most ezt látom, de ez csak feltételezés, ez csak az én meglátásom. Most egy olyan emberhez nyúltak, és egy olyan emberre támaszkodnak itt a Zselák személyében, aki elsősorban stabilizálni képes a klubot, és egyébként ezt azért a Ratatics Péter említette. Ugye ő mondott egy ilyet, hogy hát most az a, az a feladat, hogy így a középmezőny, stabil középmezőny csapat legyünk. Utána, ugye egy középtávú cél az, hogy, hogy azért az első hatban legyünk, és még ebben a évtizedben, az már egy hosszabb távú megint, bajnoki aranyat nyerjünk. És akkor ehhez meghatározott egyébként különböző, és ez nagyon szimpatikus. Tehát egyrészt látjuk azt, hogy mit szeretne elérni a klub. Látjuk azt is részben, hogy hogy. Ugye azt mondta, ha jól emlékszem, hogy 40 24 év alatti játékos, 50 legalább magyar nationality játékos, és volt még egy. És évente minimum kettő játékos beépítés az utánpótlásból a csapatba. Igen, igen. Mint, igen. Hogyha, mint hogyha mi nem ugyanezeket mondtuk. E, igen, és. Na most. Tehát, tehát. Ugye Magyarországon, magyar futballkluboknál nagyon ritkán mondanak ki ilyen konkrét dolgokat. Mert ez számon kérhető. Igen, mert ez számon kérhető. Én viszont azt mondom, és én tényleg nagyon bízom ebben a jellegi vezetésben. Tehát amikor én például itt kritikát fogalmazok meg, akkor nem azt jelenti, hogy nem örülnék neki, hogy ők vannak, és nem örülnék annak, hogy, hogy, pontosan ilyen nyilatkozatok elhangoznak, hanem akkor, amikor arról beszél viszont a vezetőség, hogy szeretünk mások hibájából tanulni, utalva a Fradira, és hogy nálunk ez egy rövidebb idő lesz, ami alatt el tudunk valami hasonló szintre jutni, mint ahol most a Fradi van, akkor bizony nem szabad lépéseket kihagyni. Én azt mondom, hogy. illetve azt is ki kell mondani, hogy most nem érdekel minket. Mi nyilván kutatjuk, megismerjük, terjesztjük az újpest szellemiségét, a kultúráját, az identitását. Ugyanakkor most nem tudunk egy olyan csapatot csinálni, mert nem csinálhatjuk meg azt, mint az MTK. Hogy azt mondjuk, hogy legyünk önazonosak, Ö, és az eredményt meg elengedjük. Tehát megengedhetjük magunknak azt, hogy kiesünk mondjuk az MB2-be. Nem, az újpest nem engedheti meg magának, hogy kiesen az MB2-be, azt hiszem 1915 óta folyamatosan. Tehát itt újpesten ez nem opció. Ezért én értem, ha ezért azt választja, csak tényleg ezt ki kell mondani, hogy azt választják, hogy először stabilizálunk. Utána, amikor kialakult a stabil mag, ugye ja, az is elhangzott, hogy azok a játékosok, akik most az első csapatot alkotják, még, még valószínűleg lesznek igazolások, ott majd kiderül, hogy kifelel meg ténylegesen a kritériumoknak, ahol azt mondta egyébként, hogy a játék tudás mellett ö, egyébként a lelki-szellemi tényezőket is figyelik, csapatjátékosnak kell lenni, elkötelezettnek kell lenni, stb. Stb. Jó, értjük, de akkor is én azt mondom, hogy nem szabad kihagyni azt a lépést, hogy legyen egy, egy ilyen sportigazgató, aki egyébként pont az a feladata, hogy jól ismerve ezeket az újpesti jegyeket, fokozatosan, idővel e, átállítsa azt a csapatot, ami most valószínűleg egy inkább stabilitásra törekvő, nem szép focit játszó e, ö, csapat lesz. Ám de reményeim szerint legalábbis eredményes. Azt fokozatosan átalakítsa. Tehát nem lehet úgy ezt, hogy most, jó, akkor ezt most megcsináltuk, ott van az Újpest stabilan az első hatba, két éven keresztül. Jó, akkor most átváltunk. És akkor most akkor Újpest stílusú csapatot építünk. Nem, mert az drága lesz, meg ugyanott leszünk, mint most. Mert ugyanúgy előfordulhat, hogy ha csak a stílusra koncentrálunk, akkor annak meg kiesés a vége. Hát mi a tanulópénzt ott fizettük ki, hogy azt hitték a Gáborék, Kubatovék, hogy ez megy sportigazgató nélkül csak pénzzel urvára nem megy. Hát nálunk, amióta a hajnal Tamás, ugye Fradi nevelésű szerencsére, tehát tisztában van azzal, hogy mi az a Ferencváros. És ő, ő, tehát nagy vonalakban olyan já karakterű játékosokat tudnak hozni, az esetek 30-40 ában be is jön. Ez már szerintem egy jó arány. Nálatok, Újpesten pontosan most van az, ami a faladi előtt volt egy 8-10 éve, hogy két útot tudtak elindulni. Vagy felépítetek egy tradicionális csapatot, ami később lesz eredményes vagy amit mondtam tegnap, amire kicsit berágtál, hogy gyorsan, mert ugye elkövette azt a hibát az ügyvezető, amit eddig egyetlen Újpesti sem, hogy a Ferencvároshoz mérte az Újpestet. Ez az identitásotok egyik része, hogy nem szabad ilyet csinálni. Az Újpestet az Újpesthez kell mérni, ne a Ferencvároshoz. Járja külön az útját, nem jó volt szerintem a megfogalmazása, tehát az, hogy nem utolérni kell, hanem a saját útja szerint, a saját lendületében, és ez nem fog számítani hogy hány év szerintem. Itt egyelőre az van, hogy az az egyetlen egy tradíció, szintén amiről beszéltünk, amiben a Ferencváros előtt jár az Újpest, az pedig a folyamatos embégyes tagság. Tudom, kizártak, és a többi emlékszel, pont erről beszéltünk, hogy ezt, ez legyen az irányadó szempont, és onnantól kezdve el kell dönteni, hogy melyik lesz. Sok pénzért csinálni egy minél, tehát mondjuk egy három-öt éven belül ugye egy írja is, hogy nemzetközi mércével mérve mérhető csapatot csinálni, vagy pedig egy tradícióval, ráni az utánpótlásra, ahhoz kellene mondjuk egy ilyen zselák, aki a stabilitást megadja, a játékosokat be tudja építeni, de ahhoz szakemberek kellenek, sportigazgatók, utánpótlás, mm. fel, utánpótlás igazgatók, mert ha esetleg valaki egy pár évvel ezelőtti világi Oscar interjút meghallgat, ő pontosan ezt elmondta, hogy hogyan kell ezt csinálni. Azért vettek föl egy holland vagy egy belga sportigazgatót, mert nem tudtak olyat, aki a dacnak az identitását val tisztában van. Ez a srác kutatott, megcsinálta, amit kellett, és most én szerintem a dac a saját identitásának megfelelően szerepel a felvidéki bajnokságban. Nátok is, ugye, mivel nagyon kevés az olyan, aki hadrafogható lenne újpesti révén, sportigazgatóként, mert vannak azért olyanok, akik, akik tudják, hogy mi az Újpest, tudják az Újpest identitást, de vagy nem alkalmas erre a pozícióra, vagy inkább edzőre alkalmas, vagy már olyan idős szegény, hogy, hogy nem lehet komolyan munkára fogni, vagy nemzetközi mezényben dolgozik, mint a löv. Tehát ide most egy olyan kellene, vagy saját nevelésű játékos, mint akivel nekünk szerencsénk volt a hajnalal, vagy pedig egy olyan külföldi, aki, meg tudja fogalmazni a saját tapasztalataiból az újpesti identitást, mert ezt képes megcsinálni egy külföldi, de azt nagyon-nagyon azt ki kell választani. Igen, igen, igen. Még vissza a számokhoz, mert nem mondtam pontosan, tehát az, azt jól mondtam, hogy az 50%-nak <coughs> magyar játékosoknak kell lenni, 80%-a 30 év alatti, és 40%-a pedig 25 év alatti. Tehát, hogy ez, hogy pontosítsunk ebben az egészben. Nagyon fontos, és akkor itt kérdésem van. Sikerült egyesíteni hogy a két utánpótlást, azt hiszem, hogy még valami jogi aktus hátra van, de de valójában már fizikai értelemben megtörtént. Még mi, mi földi halandók nem tudjuk? <laughs> Igen, megtörtént a, a dolog, és azért az kérdéses most, és ezért kellene a sportigazgató. Ott van az utánpótlás. Nem tudom, hogy most pillanatnyilag a Weber Gyurinak ott mi a szerepe, de ugye legutóbb az U19-et, ugye tavaszig, vagy ötbe, ö, bezárólag, az U19-et edzette. Nekik volt a vezetőedző. Na most, hogyha továbbra is az van, hogy ő az U19 vezetőedzője, akkor vajon neki, illetve a, az utánpótlásért felelő vezetőnek aki immár az Újpest FC-nél foglal helyet, vajon azt mondják, hogy figyelj, a zseláknak ahhoz a focihoz, amit ő csinál, ez meg ez meg ez meg ez kell. Vagy azt mondják, hogy te csináld úgy, ahogy te jónak látod. Valószínű, egyébként érdemes megnézni, nagyon sok lőtt gól, vannak bőven kapottak is, de, rendkívül, de, de, de nagyon sokkal többet lőnek. Abszolút ilyen újpestílus abból a szempontból, hogy, hogy nem baj, ha gólt kapna, mert ott de egyet, kétszer olyan, annyit rúgnak. Tehát, hogy, hogy tök mindegy. Mert addig, amíg hogyha, ha ez így van, akkor, akkor felkerül egy játékos, egy uh, ilyen uh, régi újpest stílushoz közel álló, uh, csapatból egy ilyen skandinávos ö, ö, környezetben megérkezik. Hát az ott, az ott, ugye érezhető, hogy ez nem fog nem Ez nem, nem fog működni. Nem, nem nem. Nem működik. Viszont, ha meg a utánpótlást átállítják a skandináv focira, akkor azt meg utána meg majd átállítják. Tehát, hogy azért itt ez nagyon-nagyon nagy kérdés, és éppen ezért mondom azt, hogy ezt egy sportigazgatói pozícióval fel lehetne oldani, és ki lehetne találni azt, hogy ezt, ezt, ezt hogy csinálják meg. Mert én azt mondom, hogy csak egy megoldás, tehát ez nem javaslat, csak hogy ilyen dolgok is lehetnek. Azt mondjuk, hogy uh -huh, három-négy átigazolási időszakot említett, ugye itt valamelyik, már nem tudom, valamelyik vezető, nem tudom, ki, melyikük pontosan, amire ő úgy kialakul igazán egy egy, egy stabil dolog. Addig, ugye, minden évben egy-két játékot szeretnének. A, a négy átigazolási ö, szezon az ugye kettő darab év. Az azt jelenti, hogy uszkve hogy, azt jelenti, hogy a, mit tudom én, a két legmagasabb korosztályt arra azt mondom, hogy jó, akkor innentől ö, Skandináv. De alatta meg azt mondom, hogy Újpest. Mert addigra viszont... Én azt gondolnám, vagy legalábbis én így rakom össze a fejembe, hogy a két év után, vagy három év után meg lehet már azt csinálni, amikor megvan ez a stabilitás, hogy ak akkor bontjuk ki ebből az egészből az Újpestet magát, ami a pályán megjelenik. Jó, én tudom, hogy ezek ilyen nagyon ilyen idealisztikus, meg ilyen, ilyen hogy is mondjam, ilyen, ilyen nagyon elméleti dolgoknak tűnnek, de igenis nagyon fontos, Egyébként nagyon sok olyan szurkoló van, aki nem biztos, hogy ezeket valaha is átgondolja, vagy át fogja gondolni. De amikor ott van a pályán, akkor mégis, amikor újpesti jellemzőt rá, rá, lát, ami genetikailag újpesti jellemző a pályán, akkor, akkor mégis felvillanyúzódik, amikor pedig egyébként lehet, hogy, hogy eredményes játékot lát, de csak megy a dara. Vagy, vagy, ilyen, vagy, ilyen, semmi látvány nincs benne, akkor meg hát örül a győzelemnek, azt ennyi. Tehát, az, az egyszerű szurkoló úgy fogja megérteni ezt, mint, ö, ö, mint eredményességet, hogyha az első, második, harmadik év végén nem jönnek a játékosok az utánpótlásból, holott kiváló munka folyik. És ilyenkor van az, ami tanulópénzt mi is kifizettük a Ferencvárosnál, hogy a utánpótlás csapatok nem abban a stílusban játszottak, mint a nagy csapat. És nem tudott feladni játékost. Mert más stílusba képezte. Hiába tudott barom jól futni, jól cselezni, de nem tudta a vezetőedző berakni a csapatba, mert nem abban a stílusban szocializálódott. Ezért lenne fontos most meghatározni, és nem majd évek múlva vakarózni, hogy azért mit csináljunk. Hát csak eladni tudjuk az új a jár, a fiatal játékosainkat, mert a vezetőedzőnek nem kell, mert ő nem ebbe. Nem Igen. ebbe készült. Nem Tehát, azok a kvalitások fontosak nekik, amikor ezek most, új játékosok rendelkeznek. Úgy ezt ezeken. most kell meghatározni, és akkor nem fogják a tanulópénzt kifizetni, mert utána fiatal játékos beépíted, egyből be tudod rakni a körforgásba, fiatalon el tudod adni most csúnya szóval élve, de egyből vissza tudod helyezni a nemzetközi vérkeringésbe, az üzletibe is a csapatot. És az Újpestnek is, most ha mondjuk hanem csak ez a célja is, mert ő is egy olyan, egy ilyen step klub akar lenni, mint most egyedülként a Ferencváros, hogy a nyugati bajnokságok, kicsit főjebb rangsorolt csapatai bizony már vásárolnak tőlünk. És az, hogy ebből számítson komoly bevételre. És ami még fontos, új stadion lesz, Szabi? Szóval Há, igen, hát nem. Ugye elhangzott a, a, ezen a sajtótájékoztatóknak, ez fontos, hogy e, valami olyasmi volt a megfogalmazás, mert én csak megpróbálom e, megkeresni, hogy hogy ebbe pont nincsen benne, de hogy ez a stadion valójában a mai követelményeknek már nem felel meg, mert... A mai modern stadionokkal szemben támasztott követelmények azok, hogy például itt rendezvényeket lehessen tartani, itt mindenféle más dolgot is, mint futballmérkőzés csak lehessen tartani, ami egyébként nyilvánvalóan jelentős bevételt hozhat, stb. stb. Tehát ez, ez, ez igen fontos. Meg ugye arra, arról nem is beszél, hogy tényleg száz évesek az alapok, de ez nem hangzott el, csak én mondom. Tudni kell, hogy ugye nem az Újpest FC a stadion, hanem, hogyha jól emlékszem, ha azóta nem történt ilyen átrendeződés, a Nemzeti Sport tehát állami tulajdonban van, vagy állami tulajdonú cég tulajdonában van. A molnak van egy tapasztalata Fehérvárról, és egyébként ez szóba is került szintén, hogy szponzorként nem tudott, és nem is szerencsés beleszólni abba, hogy mi történjen a csapatnál, hogy építkezzen. Itt viszont tulajdonos. Tehát itt meg tudja valósítani az elképzelését. Hát a pénzt akar keresni, igen. Igen. Na most, ugyanezen a gondolatmenet mentén, le azt is lehet mondani, hogy ha a molnak van annyi pénze, hogy a fenében -e lenne. Hogy egyébként ő tud építeni egy saját stadiont, ahol a tulajdonos biztosan nem fog beleszólni, mert hogy ő maga az, akkor célszerűbb lenne egy új stadiont építeni. Azzal, hogy nagy valószínűséggel a nemzetközi, nemzeti sportközpontok részéről arra nem nagyon lehet számítani, hogy a 2000-es évek elején felújít a stadiont, most, most újra nem tudom, és akkor ő egyébként arról is szó volt, hogy a, a, az elhelyezkedése meg a beépítettsége a területnek, stb. 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 az olyan, hogy az már nem engedi meg ezt a dolgot. <kül> Tehát itt van az a dolog, hogy két irányban lehet gondolkodni. Vagy azt mondja a mol, hogy én tulajdonképpen azt mondom az NSK-nak, hogy igazából ez tulajdonképpen nem egy modern stadion, nem ér nekem sokat, akudjunk már az áron. Egy, kettő, azt mindenki tudja, hogy a molnak arra van pénze, hogy bármikor épít egy új stadiont, tehát hogy ő, ő tényleg nem a levegőbe beszél. És akkor ez az egész arra megy ki, hogy, hogy olcsóbb legyen a molnak a dolog, vagy a nemzeti sportközpontokkal egyetemben valami olyan beruházást csináljanak, ami, ami felhozza, szintre hozza ezt a stadiont, és így kvázi egy ilyen idézőjel zsarolás ez. Vagy tényleg van egy elképzelés arra vonatkozóan, hogy, hogy, akkor tényleg egy új stadiont kellene csinálni. Na most, hogyha új, ha ez az utóbbi, akkor nekem van egy uh, javaslatom. De akkor mondd el az egészet, hogy ezt meg is csináltad. Nem csak csak dumálunk róla, hanem... Ja, nem csak, igen, igen, igen. Én, hát nem, nem olyan nehéz dolog. Fogtam a uh, klaviatúrát, és elkezdtem püfelni. Tehát ez nem túl bonyolult történet. De, ugye aki ismeri a... És egyébként ezt elküldtem egy javaslatként a, a, a klubnak. Vagy nem javaslatként, hanem egy Megjegyzésként. Tehát nyilván nem ö, gondolom én azt, hogy hogy majd én ö, ö, találom fel itt a spanyol viaszt. De, ami a lényeg. Utasd már meg légy szíves, Józsi azt a nagyobbik térképet. Ezt? Igen, 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 igen. Na most itt, ö, hát, hogyha sikerül, akkor itt. Amit itt látok, ez a népsziget, és ez a népszigeten. Jelenleg a ganzhajó és darugyárnak, most ez egy KFT-nek a, a, hát inkább ilyen cucca, a 13. kerületre esik egyébként ez a terület, de, de ez a vállalkozás birtokolja. Ez a terület azért érdekes, mert ide lehetne építeni egy, egy stadiont, majd elmondom aztán, hogy miért gondolnám azt, hogy ez jó ide, de először is Uh, ugye Rósdől nagy valószínűséggel így a fák kivágása kapcsán, meg ilyesmi, nem kellene foglalkozni a, a sötét zöldekkel. Tehát ez már oké, okay. sőt, uh, voltak éppen, akár mit tudom én, uniós pénzek is felhasználhatók lennének környezetvédelem címén, hogy azt a, a kulát, ami ott van pillanatilag, azt, azt, azt kitakarítják onnan. Uh, a terület két irányból is megközelíthető. Ugye ott van az egyik, északi irányból, és itt ugye a, az Öbölhídon keresztül, ami ugye a vasúti híd tulajdonképpen, ami a, az újpesti vasúti hídra vezet föl, mert ugye ez a híd voltak éppen két hídból áll, van itt egyrészt ugye a, az Öbölhíd, és itt, itt, van ugye ez maga a vasúti híd elközelíthető onnan. Na most, ami nagyon fontos, és ezt látni kell, itt Újpest városkapu metró megálló, távolsági ö, busz pályaudvar, ö, ott van az újpesti ö, vonat ö, megálló, vagy M3, megálló, M3, megálló. m as bekötő. M3-as bekötő, és nagyon fontos tudni, hogy itt, ö, ezen a részen ö, P pluszer parkoló van, ami egyébként hétvégén totálisan üres, vagy jobbára jobb, jobb üres, és azt is hozzá kell tenni, hogy a városrendezési tervekben egyébként ennek a bővítéséről volt szó. Most a, aztán utána csináltak oda egy parkot, mert, mert az park az jó, nem, nem, nem ez volt az ez meggondolás egyébként, hanem az olcsó. De egyébként tök szép, meg minden, hm, nincsen ezzel gond. Viszont a másik irányú megközelítés is nagyon fontos, ez az irány, Ugye ide berajzoltam azt, hogy ott van a mostani, a Megyeri úti stadion. Majdnem a Megyeri úttól lehet megközelíteni. Ugye ott van egy Volvo szalon, meg Tesco áruház, és az nagyon fontos, hogy mielőtt a szigetre lépne az ember, ott van egy nagyon nagy terület, ami teljesen üres. Néha lenyírják a gazt ha lenyírják. Meg karácsonyfá, karácsonyfárosításon. Igen, igen, hát tulajdonképpen ott ki lehetne alakítani egy szintén egy óriási parkolót. Az, a, az olaj, kőolajgyár volt. Ö... Vagy fest festékgyár volt. Ja, volt ott bőrgyár, meg festékgyár, meg kutyafülegyár, minden volt ott. De a lényeg az, hogy, hogy mind a két hely olyan, hogy egyrészt mind a két helyen kialakítható nagy méretű parkoló, sőt az egyik helyen meg is van, Rengetegféle közlekedési eszközzel oda lehet érni, illetve két irányból közelíthető meg maga a helyszín. Ez miért fontos? Azért fontos, mert például pont a Józsival beszélgettünk, melyik volt ez a ö, West Ham? A, nem, az Arsenal-nak Arzen. volt. arsenal ugye kim voltam Angliában, és Londonban végigjártuk a stadionokat, Stadion stadionshopokról csináltunk filmeket, fönn film van a csatornában, meg tudjátok nézni, és pont az arzenállal kapcsolatban ö, emeltünk ki egy részt, hogy ö, ugye van egy klubház, egy ilyen találkozási pont, ahonnan a szurkolók bevonulnak a stadionba. A régi klubház, a, a régi, ahol, ahol, a, ahol alapították a, a klubot, igen. és onnan vonulnak be a törzs szurkolók a stadionba minden mérkőzés előtt. tehát körülbelül az a távolság, mint amit itt a, a régi stadion és az új között van. Igen, mert itt például... Azt meg lehetne csinálni, hogy nyilván a városkaputól a vendég szurkoló tábor, ahova egyébként sokféle közlekedési eszközzel megérkezhet, az a hídon keresztül meg tudja közelíteni az oiektumot, és egyébként csak jelzem, hogy a városrendezési tervekben az öbölbe tervezett gyaloghíd is szerepel, csak úgy. Mondanám. Egyrészt, másrészt pedig az egész Újpesti öböl, ami ami az Újpest, tehát ami a negyedik kerülethez tartozik, az itt van fölül ez a rész. Annak a rehabilitációja is megvan tervekben, csak hát addig, amíg a, ez a vezetés van, addig ez soha nem fog megvalósulni, már pedig nem változott. De mindegy, ezt most hagyjuk. A lényeg a lényeg, hogy viszont arra a mintára, vagy az alapján, ahogy ez működik például egy arzenálnál, meg lehetne azt csinálni, hogy, hogy, itt, ugye a Megyeri úton, mint a legnagyobb sikerek helyszínén összegyűlni, és akkor onnan vonulni ide le, és akkor gyakorlatilag a hazai mérkőzéseken is van vonulás. De mi a lényeg? Mindkét vonulás irány, tehát a vendégek részéről is, illetve a, a hazaiak részéről is, Tulajdonképpen lakatlan területeken megy. Most azért úgy néz ki, hogy a városkapu, és itt itt, 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 itt a teljesen sűrűn beépített területen megy keresztül a vonulás. Ez nem tetszik a, a lakóknak se, meg nem tetszik különben a, a, a vonulóknak se feltétlenül. Én azt mondom, és ez egy nem jó helyzet, mert itt kis utcákban, tehát régebben úgy volt, hogy a Váci Váci úton. Most meg a Baros utcán. Most meg a Baros utcán, azért az egy, azért az egy kisebb utca. Tehát hát ez, kétszer egy sáv, én ott lakom. Tehát, na. hogy nehéz, tehát itt, itt ez egy itt katasztrófa minden meccs. Na, és így. Nem, is a, nem is a szurkolók miatt. Állandó útlezárás, nem tudsz hazamenni. Így van, így van. Tehát ez, ez, ez tehát áldatlan, a... áldatlan állapot. Igen, igen. Na, és hogy miért, Mi, miért oda, miért nem mondjuk máshova? Azért, mert a, az Újpestnek az első pályája a pamudgyárnál volt, ez viszont így a mérete meg a minőségénél fogva egy idő után nem tetszett a, az MLS-nek és nem akart elfogadni, ezért aztán itt, itt, itt. Pontosan ezen a területen, ahol ma ez a, a daru és hajógyár maradványa dövezet van. Pontosan ott volt a második ö, pályája az Újpestnek. Most rakják be, rak be a másik térképet? Az így ráközelít nagyon, ö, a, ahol két térkép van egymás mellett. Igen, ez, ez itt szépen ráközelít. Szépen ráközelít a, az egész területre, és az a lényege a dolognak, hogy ö, pontosan jól látható, ott a piros ö, kerettel kiemeltem, hogy a, a régi terület, ahol a, a, a maga a pálya volt, az bizony ma pontosan, tehát ez a, ez a, pirossal kiemelt terület itt, ez pontosan ugyanott van, mint ahol annak idén a pálya volt. Egyébként nagyon sokáig még az MFTR sportelep volt, ugye a Magyar uh, Folyamhajózási uh, Társaságnak a, a, pályája volt. Egyébként csak itt mondom, hogy itt most is, de, 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 ott, ott, ott horgony az a, a Debrecen ex DTRT hajó, aminek komoly történelme van. Itt a másik, eh, hogy is mondjam, közösség számára szóló eh, felületünkön az itthonra, hazán eh, eh, olvashattok róla nem egy, egy cikkben, meg másféle érdekességeket is, de a lényeg az, hogy történelmileg ez a hely a, tényleg abszolút indokolható, hogy miért pont ott. Na most, Ugye ez egy sziget, itt mit törvén a Duna, az így van, amikor alacsony, van, amikor magas. Én azt gondolom, hogyha egy hajógyárat el képesek voltak elműködtetni, akkor egy, 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 egy stadiont is lehet. Nyilván egyébként persze Kellenek árvízvédelmi, meg mindenféle ilyen megoldások. De egyébként itt azért még azt is látni kell, hogy rottúlt tiszta a levegő, nem zavar be a város a Dunától mindig. Nem lakóövezet, nem kell fát vágni, igen, és a többi. Igen. A szemben ugyan, ugye itt, itt ezen az oldalon, vagy amit a Józsi feje kitakar, ott valami luxus lakó végfüle épül, lehet, hogy ott esetleg a luxus lakó pékfüléket zavarná, de én azt mondom, hogy annyit viseljenek már el, hogy. Nem biztos, hogy nem biztos, hogy zavarná őket. Pontosan. Annyit viseljenek már el, hogy nem ezt látják, hanem mondjuk egy stadiont. Én szerintem, Tehát, én, uh... inkább emelni az értékét, én szerintem, hogy, hogyha ha, ha mondjuk nem a budai látképet látom, hanem egy roszda temetőt, akkor már inkább egy jó kis stadiont, mert eltom, hogy úgy adom ki az ingatlant, hogy hát jó, de hát itt az Újpest pálya, ami... Persze, úgyhogy ez igen szó, szóval ez szerepelt a, vagy ez szerepel az én ö, meglátásomban, és ö, ha már ez. De mondom, ez abban az esetben érdekes egyáltalán, vagy abban az esetben ö, érdemes róla beszélni többet, vagy a továbbiakban, hogyha, hogyha, ez valós ez a, ez a dolog, és nem a nemzeti sportközpontok felé volt ez egy jelzés, hogy, hogy akkor csináljunk valamit ezzel az ügyel, hogy, hogy mennyi az annyi, és hogy ki, és hogy hogy fejleszünk, vagy ne fejleszünk, vagy mit csináljunk a jelenlegi stadionnal. Nyilvánvaló, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, hogy itt a mai stadion van, vagy annak a helyén egy full luxi akármi megépüljön, stadion megépüljön. Egy nagy probléma van, ami, ami szerintem, tényleg, ugye ez kettő, egyrészt a megközelítés és a vonulás, amit említettünk, másrészt pedig a parkolás. Tehát az, az nagyon nem megoldott. Ráadásul most, ahol régebben még volt parkoló, ha jól tudom, ott is most már elkezdődik, tudod, a, a mert itt velünk szembe a ilyen a Lakópark építése. Mm -hmm. Úgyhogy. Na mindegy, hát ez majd meg. Tehát egyre kevesebb a hely. Magyarul. Hát hogyha lesz. Ha akarnak valamit, ha akarnak egy új stadiont, akkor itt a megyeli helyén nagyon-nagyon nehéz lenne. Egy másik szempont is. Ha akarnak építeni egy új stadiont, akkor addig tudnak itt játszani, nem kéne költözgetni sehova. Tehát, hogy ez, ez, ez is egyfajta szempont, például a, a Sepsit tudom elmondani, hogy nekik azért volt jó, mert ugye meg volt a régi stadion, hogy az újat építették, és nem kell költözgetni, meg, meg kölcsönöket kéregetni, hogy ér, haj, hagy, menjek ide, hagy menjek oda, hagy meg amoda, de reméljük, hogy ebből lesz is valami, és én nagyon örülnék neki, hogyha a komment szekcióban ö, Kifejtenétek a véleményeteket ezzel kapcsolatban. Pro és kontra, a minden szalistákat azonnal törlő, nem fog vitatkozni többet senkivel. Tehát aki nem komplet véleményt ír le, vagy csak azért, hogy a szabinak miért ilyen a szeme, én meg dagatva, ezt mind törle, nem fog vitatkozni. Nem azért, hogy nem akarom, hogy a többi embernek elvonja a figyelmét. Eddig is úgy voltunk, hogy minden vélemény számít, de ez nem vélemény. Tehát ez, ez nem érdekel. Tehát tényleg az írjon, aki véleményt akar kifejteni. A múltkor is jött olyan vélemény, amit megfogadtunk, hogy vegyük le az intrónak a hangját. Jogos. Tehát ilyeneket abszolút. De a, konkrétan a témába vágóan mi lenne a véleménye egy új peszúrkonak, hogy elfogadna egy új stadiont. Tetszene el neki? Tetszene a helyszín? Csak érvelés legyen, és ne az, hogyha ez hülyeség. az, az jó. Tehát hogy akkor mondja meg, hogy konkrétan miért nap, Ja, gyere. bocsánat, ugye elhangzott az a dolog, hogy a klub ebben a témában egyeztet a szurkolókkal. Tehát ez csak egy olyan dolog a részünkről, hogy én ezt most így kitaláltam, hogy, hogy ez, ez egyébként sok szempontból védhető, és ideális, ideális megoldás nincs, de ahhoz közelítő megoldásnak vélem én. A, abban az esetben, ha már új stadion. Egy valami nem tetszett itt a sajtótájékoztatóban, és elnézést, hogy a közbevágtam hogy meghívásos volt a sajtótájékoztató. Hát nem volt sajtó nyilvános, csak akit ők meghívtak. Azért lett volna körülbelül 50 kérdésem élből. E -hát. figyelj, én azt mondom, hogy tulajdonképpen ez lehet, hogy csak azon múlik, hogy írjunk a sajtóosztályra, hogy egyébként vegyenek fel abba arra a listára, Uh, uh, Oké, okay, de, de mindegy, ezt majd meglátjuk. Uh, na, akkor mielőtt még gyerekes hangon elmondanám a, a, azt, hogy légy, legyetek szívesek támogatni, meg amúgy is primitív, meg, a, meg, meg különben is, hogy nézünk ki. Uh, az előtt én azt tudom mondani, hogy hát nézzétek az ebbi meccseket is. Uh, azért itt tényleg napokon belül újra indul a gépezet, addig is. Hajrá! Szurkolók! És hajrá, magyar foci, rossz reméljük marad, nem ül föl a sok baromságnak. Így van. A sónak folytatódnia kell. Igen. Akkor sziasztok! Sziasztok! sziasztok. Ja, sziasztok. Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek! Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel, vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!